Az alvás. Rendkívül fontos, nem csak azért, hogy ne legyünk fáradtak, hanem kismillió egyéb pozitív vonzata miatt. De mégis egész pontosan milyen hatással van ránk az alvás mennyisége? A következő 3 napban erre fogom keresni a választ. Az első nap 8, a második nap 4, és az utolsó napon pedig semmit nem fogok aludni. Minden egyes nap megcsinálok egy kreativitás, reakcióidő, erő és egy memória tesztet, és a kísérlet végén összehasonlítjuk az eredményeket. A videó ötlete egy Mike Shake nevű külföldi youtubertől van, innen is köszi. És akkor nézzük a memória tesztet. Ez nagyon egyszerű, megjelenik egy képsorozat, ha lát egy pontos, ismételjen meg a képet. Mi van? Gondolom arra akartok kiukodni, hogyha látom ugyanazt a képet, akkor meg kell éríteni. 98%-os lett a teszt eredmény, jobb, mint az átlag. Nice. Ezt valószínű sokan nem tudjátok, de én egyébként grafikusként végeztem, viszont már nagyon régóta nem fogtam ceruzát a kezembe. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a kreativitásomat egy rajzolós kihívással fogom letesztelni. Amihez kell egy random forma, esetünkben most ez lesz, és ebből kell kihoznom valamit, méghozzá időre. Ez lett az én kis mesterműve. És csak felhívnám a figyelmet az úriember pólójára. Következő pedig egy reakció időteszt lesz. Amikor a piros négyzet zöldre vált, kattints, amilyen gyorsan csak bírsz. Oké. Okay. 400 millisekund. Jóval lassabb az átlagnál. Na csináljuk meg még egyszer. Pontosan ugyanannyi. Előteszre pedig mindenki kedvenc gyakorlatát választottam, a fekvenyomást méghozzá 60 kg-ba max ismétlésekre. A vége pedig 26 ismétlés lett. Az első és a legkönnyebb nap pipa, jelenleg hajnali 5 óra van. Nem maradtam, hogy nagyjából ugyanolyan időbe keljek, mint ahogy szoktam. Holnap, vagyis ma találkozunk. Négy óra alvással a hátam mögött, maga a felébredés folyamata is közel dupla annyi időt vett igénybe. És mi sem lenne jobb a napom indítására, mint egy kis memóriateszt. 94%-os lett a teszt eredmény, ami még mindig átlagon felülül, viszont a tegnapinál rosszabb azért. Ezt a formát választottam a kreativitás teszthez. Ez lenne a remek művem, egy ilyen cápa, kígyó, hibrid, kiborg, embert, valami. És végül az erőteszt. Kevesebb ismétlés, mint tegnap, és nehezebb is volt. Olyan friss voltam, hogy a reakcióidőtesztet komplet elfelejtettem, úgyhogy az sajnos kimaradt. Ma lesz a nap, mikor egyáltalán nem fogok aludni. Nem egyből a 4 óra alvás után tartottam meg ezt a napot, hiszen az közel lehetetlen lett volna. Ezt letisztázva, írtam egy teendő listát, bevágtam egy Zero Mastert, a mai videó szponzora, és neki láttam a videóvágásnak. 8 hours later. Akkor nézzük is a teszteket. Kreativitás teszt, ezt a formát választottam mára. Nem tudom, hogy mégis minek nevezzem. Rónok támadása, orszarvú, elfén, rozmár, elefánt. Érdekes. És akkor nézzük a reakciótesztet. Valamivel lassabb. Az első gyorsabb volt, a második meg lassabb. Úgy érdekes, mert a fáradtság sem olyan, hogy konstans meg vagyok halva, hanem így hullámzik. Érdekes. És a memória teszt. Memória látszik, hogy jó vagy gyengébb. Szerintem ezen semmi meglepő nincs. És akkor nézzük a fekvenyomást. És akkor mérjük össze az eredményeket. A közérzetem szerintem mondanom sem kell, de napról napra rosszabb lett. A reakció időt, ha bár nem értem le a második napon, de javult 0 óra alvással, ami felettébb érdekes. A kreativitásról nem tudok nyilatkozni, majd azt ti kommentben eldöntitek. A memóriateszten is látni a napról napra való romlást, ami az erőnél is megfigyelhető. A tanulság? Aludj 8 órát.